Szeretettel köszöntök mindenkit, különös tekintettel Szacsára, és bocsánat, de nekünk ő csak Szacsa, Szalai Károly, vágó. És kivetesen azt szeretném, hogy próbáld meg nagyon röviden, hogy hogy jutottál el a vágáshoz, mert nagyon szeretnék sokat foglalkozni a filmmel, mert igen felkavaró volt jó értelemben. Meg nagyon ambivalens érzések vannak bennem, úgyhogy szeretnék sokat dumálni róla. Jó? Jó. Köszönöm, hogy megnéztétek ezt a számomra nagyon kedves filmet, és jó látni, hogy ilyen sok kedves, érdeklődő arc néz itt szembe velünk. Hát általános iskolába kezdődött. Megszülettél. A általános iskolába jártam egy fotó-videó szakkör, és elkezdtünk filmeket csinálni, és úgy maradtam. És technikusként kezdted tévébe, vagy hol, hogy hát, ki mellett dolgoztál? Hát filmet ugye, vágtál? Hát ugye szóval általános iskolában a Super 8-as filmen is dolgoztunk, meg VHS kamerával dolgoztunk akkor, és akkor kezdtünk el filmeket csinálni, és megtetszett ez a dílis dolog. Aztán kiderült, hogy azért még pénzt is lehet kapni, és akkor rögtön az érettségi után én elmentem a Magyar Televízióba dolgozni. Először ilyen kulcsos portás voltam, aztán utána ilyen felvételtechnikus, aztán utána, ezt fél év után rájöttem, hogy ez nagy baromi uncsi, és pont a Palotai Éva volt akkor a vágók főnök, és oda mentem az Évához, és mondtam, hogy csokkolom, lehetne itt vágást tanulni, mert és mondta, hogy ezt még senki nem kérdezte itt a technikusok között. És akkor utána rájöttem, hogy az nekem nem pálya, és akkor ott hagytam a tévét, és azóta szabadúszóként dolgozok, és akkor elkezdtem, elvégeztem egy-két egyetemet ebbe már utána a munka mellett, és így történt. Akkor hivatalosan senki mellett nem voltál asszisztens? Hát nagyon sok ember mellett voltam asszisztens. Például én nagyon sokat tanultam a Rigó Maritól, aki mellett több filmben is asszisztens voltam, és az egy hatalmas élmény volt és tapasztalat a Mari mellett dolgozni. Akkor most már értem ezt a nagy-nagy szeretetedet a dokumentumfilm iránt, mert a Rigó Mari nagy dokumentumfilmes volt. Igen, hát én nagyon szeretek játékfilmekben is dolgozni, meg dokumentumfilmekben is, és azért is választottam egyébként dokumentumfilmet, mert majdnem mindenki játékfilmet választ, és szerintem a dokumentumfilmek azok tényleg ez egy ilyen mostoha gyereke a szakmának, mint hogyha ezek ilyen értéktelenebb dolgok lennének, pedig hát szerintem ez egyáltalán nem azon múlik, hogy egy film milyen értéket képvisel, hogy az játékfilm vagy dokumentumfilm, úgyhogy én nagyon szeretem a dokumentumfilm műfajt is, és körülbelül az időn felébe játékfilmeket vágok, felébe meg dokumentumfilmeket. Dokumentumfilmet azon kívül, hogy jó vágni, azon kívül általában nem egy kifizetődő dolog. Az a legnagyobb baj vele, nem? Hát a Bentley gyűjteményemnek még nincs meg az alapja, úgyhogy, de hát ez a játékfilmek is, hát azok kicsit jobban fizetnek, de hát azokkal meg még több munka van. Úgyhogy. Igen. Hát ezt, hogyha pénzre gyúrtok, akkor ne vágok legyetek azt. Mennyi ideig csináltátok ezt a filmet, Granite Projectet? Ez a film 6 vagy 7 évig keresztül forgott, és volt már kisebb verziói, például a Bálint, a rendező ezzel diplomázott Angliába, ahova járt egy filmes iskolába, ott találkozott a három srác egyébként. Uh-huh. És amikor... Mindenki utána ugyanoda járt, mind igen, a három? Ott találkozott. Ez a három srác ott együtt jártak Angliába, egy ilyen filmes suliba, és kiderült, hogy tök jó haverok voltak, és kiderült, hogy mindegyiknek nagyon intenzív, mély kapcsolata van a nagymamájával. És akkor így jött az ötlet a Bálintnak, hogy akkor ő ebből fog diplomafilmet csinálni, és a legelső forgatási etap, ami 6 vagy 7 éve volt, akkor leforgatott egy kis verziót belőle, és az lett például az lett a filmnek egy nagyon kezdetleges ilyen ős verzió állapota. Arra emlékszel, hogy mi volt az? Mi volt az, amit először forgatta? Nekem nem mutatta meg. Abból hát egy körülbelül egy 10-15% talán. Aha. Mondjuk esetleg 20. Ez a, hát több forgatási értelemben mindig forgattak egy picit. De kérdésedre válaszolva, ez egy kb. 5 hónap volt ennek a filmnek a vágása, ebből intenzív az olyan 3,5 hónap volt, ami az intenzív az tényleg intenzív volt, szóval ilyen 50-60 óra per hét.
Mert utoljára például múlt héten kellett kicserélni egy zenét, ami kiderült, hogy annak a zenének a jogdíja az 3,8 millió forint lenne, és akkor azt így arra már nem futotta a kasszából, és akkor pont múlt héten belenyúltunk kicsit, akkor, és ezért lett csak most kész például, most szombatra ez a végleges keverék. Érdekes, hogy hosszabb időre gondoltam, hogy a vágás hosszabb időt vett igénybe. A Saspetti mondta utána, hogy szerintem meg egy másik film kapcsán is, hogy egy világrekordot futottunk, de hát csak 200 órányi forgatott volt, nem volt. Hát tényleg nagyon, nagyon intenzíven dolgoztunk. És ezt el tudod mondani, hogy minden, úgy vagy, mint általában azért a filmeknél úgy vagyunk, hogy minden kockát ismerünk. A vágó majdnem minden kockát ismer. Ennél a filmnél is így vagy? Vagy egy válogatott anyaghoz nyúltál? Ennél a filmnél, hát pont azért, mert a Bálint, nagyon szűk volt az idő, és a Bálint már többször nyúlt ez az anyaghoz, és az volt, hogy nagyon helyes volt a Bálint, a filmnek a rendezője, várt rám, mert én egy másik munkát csináltam, ami megcsúszott és nem ért, és kellett rám várni, és ő elkezdett például a Salma Levivel, meg az Ördög Zsófival rendet rakni az anyagba, és így szelektálni, és voltak olyan anyagok, amiket mondta, hogy az biztos, hogy nem fog bekerülni, és akkor ezt meg se néztük. Szóval, hogy volt. Tehát mind a 200 órát nem láttam. Igen. De a kétharmadát, azt igen. Aha. És hogy zajlott a munka? Aztán majd a filmről is beszélünk, de hogy zajlott? Mert játékfilmnél ugye megvan az, hogy milyen képsorok jönnek egymás után, és azt egyedül is elkezdheti egy vágó, ha szeret egyedül vágni, és a rendező megbízik benne. De egy dokumentumfilmnél ez sokkal bonyolultabb történet, bár itt is azért nagyon sok fikciós elem van, ami külön élmény a filmben. De hogy volt? Végig együtt voltatok? Vagy kiadott neked a rendező anyagokat, hogy akkor ebből mit tudsz kihozni? Nagy részt együtt voltunk, szóval az idő nagy részében is. Hát először elkezdtük itt szelektálni, ülepíteni, rendszerezni az anyagot. Ezután a film után egyébként ennek május 15 volt a picture lockja, és utána meg elkezdtem egy másik doksi filmet, rögtön összecsúszott, ami szintén 200 óra volt. Kb. A forgatott anyag, annak viszont az összes, majdnem, hogy nem az összes kockáját láttam, és az meg most szeptember 15-én volt a picture lockja, azt is lezártuk, hogy azt is vágtuk, mint a répát. Akkor úgyhogy... most egy kicsit tudsz pihenni? Nem, most már megint dolgozok, de... Ez jó. És ott is az volt, hogy először körülbelül egy hónap eltelt, amíg az anyagban rendet raktunk, szelektáltunk, megtaláltuk, hogy milyen témák alapján lehet csoportosítani, és utána elkezdtük azokat feldolgozni, és utána, amikor volt több ilyen pici ilyen jelenet, volt egy nem tudom én, egy ilyen pár perces elővágott jelenetek, akkor utána kezdtünk el tulajdonképpen forgatókönyv szintjén gondolkodni. De közben mind a két filmben, tehát ebben is, meg az, amit utána doksi filmet csináltam, abban is az volt. Mi a címe? Az meg a The Next Guardian az a címe, az Butánban játszódik, és most lesz az Itván a bemutatója. És mind a kettő, az a szerencsés helyzet volt, hogy miközben vágtunk, aközben kiderült, hogy milyen mozgástér van az anyagban, és mi kívánkozik meg, és akkor lehetett hozzá forgatni. És külön például mondtam, hogy olyan jó lenne ide egy ilyen jelenet, olyan jó lenne oda, amíg azt mondanák, és mind a két filmben volt rá lehetőség, hogy külön-külön forgattunk még a vágás közben, amik azt éreztük, hogy hiába 150-200 órányi az anyag, mindig van valami, ami még jobb lenne, a kicsit másképp lenne fölve, és akkor azt még hozzá lehetett venni. De ez elképesztő, hogy három ilyen nagymama, három barátnak három ilyen nagymamája van, és hogy milyen különbözőek, és mégis sok mindenben mennyire hasonlítanak. Amikor te először találkoztál az anyaggal, akkor rögtön ráharaptál, rögtön ráéreztél az ízére, vagy volt benned valami, hogy is mondjam csak, hogy ne lehessen félreérteni. Fantasztikus a film szerintem. De végig a kis ördög ott motoszkált a fejembe, egyrészt rendkívül bátornak tartom a filmet, és nagyon jó humorúnak, és most sokáig sorolhatnám a jó dolgokat róla, de végig ott motoszkált a fejemben, hogy
ha ezt a filmet megmutatjátok egy még élő, haláltábort megjárt embernek, akkor vajon képes-e ezen nevetni úgy, ahogy mi nevettünk együtt? Vagy hogy az felkavaró, vagy kikéri magának? Szóval az emberben állandóan ott van ez a kérdés, hogy meg lehet-e ezt ezzel a témával tenni, vagy nem? Hogy etikus, vagy nem etikus? És egyesek megcsinálták, hát mondd meg. Abszolút. Igen, hát ez iszonyú gátlástalanok, pofátlanok vagyunk, igen, szóval, hogy aki hála ismer, azt tudja. Igen. Volt több tesztvetítése ennek a filmnek, és voltak, akik imádták, voltak, akik kikérték maguknak, voltak, akik sok-sok rosszat mondtak róla, voltak, akik fölháborodtak rajta, de hát kérdésed, hogy meg lehet-e ezt csinálni, hát megcsinálták. Megcsináltátok. És azt gondolom, hogy tényleg gátlástalanul, pofátlanul nyúlt a Bálint, és én is ebbe nagy partner voltam. Uh-huh. Gátlástalanul, pofátlanul nyúltunk olyan témához, a tabukhoz, igen, amikhez, amik több embert sértettek és bántottak, és tényleg kikérték maguknak. De azt gondolom, hogy mindvégig, bár ez nem derült ki, de mindvégig szeretettel és tényleg kiderül. Mély tisztelettel nyújtunk, mert tök-tök pofátlanul hozzá. Igen. Szóval és szeretettel, tényleg. És tényleg nagy-nagy-nagy szeretettel. Igen. Szóval, hogy én azt gondolom, hogy szerintem mindent meg lehet csinálni, hogy nagyon sok mindent meg lehet csinálni, hogyha a motiváció, amiből csinálod, az tiszta és pozitív. Szóval, igen, hogy nagyon sok olyan film van, ami esztetizálja például a borzalmakat, de azt gondolom, hogy nincs mögötte semmi olyan jelentőségteljességhez való vagy szeretetteljes hozzáállás, és nagyon sok ilyen film van, amelyik borzasztó dolgokat mutat meg, de mondjuk is baromi szépen van fényképezve, Isten ilyen van vágva, minden tökéletes, de az egészben tényleg nincs mögötte egy szeretetteljes pozitív hozzáállás, akkor számomra az egy kb. Az nem több, mint egy fókuszadás, csak kurva jól megcsinálva, akkor is, hogyha 1000 díjat nyer. És, nem, és ez szerintem ez, én azt érzem, hogy itt ez azért történhetett meg, mert közben tényleg ilyen kérdést föltenni, hogy volt-e pozitív hozadék, igen, a holokausznak. Szóval ez például, ez a kérdés egy csomó embernél leverte a biztosítékot. Igen. Ugyanúgy, ahogy például a lövöldözős, igen, jelenet a lépcsőházban, hogy megvan a zsidó visszük. Úgyhogy ez tulajdonképpen, azt hiszem, ez a két jelenet verte ki a legtöbb embernél, igen, a biztosítékot, de nem remegett a kezünk a Bálint, hogy ezt benne hagyjuk-e a filmbe, vagy én sem. Én maximálisan egyetértek mindennel. Én azt gondolom, hogy amiért kiveri néha a biztosítékot, az egyszerűen azért van, mert még vannak élők, az áldozatok. És nem mindenkinek jó a humora. Nem mindenki vevő, mert olyan családtagokat vesztett el, és olyan borzalmakon ment át, hogy nem biztos, hogy ezt a lapot ő tudja venni. De abban viszont biztos vagyok, hogy szerintem ti megelőztétek a kort, mert egy idő után kell tudni ezen nevetni, és kell tudni így is nézni rá, és tök jó, hogy megcsináltátok ezt a filmet, afelől nincs kérdés. Én szerintem például a holokauszton nem nevettünk szerintem ebbe a filmbe, szóval nem volt kiparodizálva, az szerintem sehol. Szóval, hogy mondjuk az, nem, amikor a srácok lövöldöztek például a lépcsőházba, az tényleg nagyon groteszk volt egyébként, és de az meg valahogy az a durva, gyerekek, hogy az nem, meg az jött, ez az angol srác találta ki, aki, igen, imádja a fegyvereket, és akkor mondja a saját nagyanyjának, hogy öld a komcsikat, és akkor lövik a komcsikat, uh-huh, és közben imádja ezeket a háborús játékokat, ahol, igen, hát teljesen más, egyszerűen
Az a helyzet, hogy ez szerintem más ezt a filmet nézni innen Közép-Európából, és egyébként voltak tesztvetítések Angliában, meg volt Amerikában is megmutattuk, nagyon sok tesztvetítése volt a filmnek, és például egyszer csak kiderült, hogy majdnem már közel ehhez az állapothoz mutattunk meg embereknek, például külföldön, és nem tűnt föl nekük, hogy a Lévi a zsidó, és nem értették, hogy tehát miért megy el táborba? Hát mit csinált ott? És akkor mondtuk, hogy hát zsidó volt, elvitték a zsidókat. És egy, ja, hát ez nem tűnt föl. Szóval, hogy tehát egyszerűen teljesen másképp nézett innen Közép-Európából ezzel a múltal, most teljesen másképp nézi egy angol tinédzser. Na de ugyanazt mondod, amit én. És ez a film sokkal globálisabb szemléletű volt. Egyszerűen ebből adódik ez a fajta furcsaság, hogy ez innen a mi szemszögünkből. Igen, és tűnik most, furcsának. Amikor még nem győzöm hangsúlyozni, vannak élő szemtanúk, amikor kellő rálátás lesz, szerintem, ha már mindannyian képesek leszünk így gondolkozni, és ilyen távlatból nézni, akkor szerintem ez azoknál se veri ki a biztosítékot, akiket most mondtál, hogy kiverte. De én meg úgy vagyok vele, hogy a biztosítékok baj. Arra valók, hogy néha kiverjék őket, nem? Szóval, hát most, főleg, hát most akkor most milyen szar lenne, unatkoznának a filmen, és semmilyen élményt nem adna nem nekik. Szóval, hogy annál szarabb nincs semmit, amikor egy film elrabolja az embernek a két óráját, és nem történik benne semmi, nem ad semmit, és akkor milyen volt a film? Jó, nem, csak jó, hosszú volt. És szóval, hogy na, nem baj, ha valakinél kiverjük a biztosítékot, a komfortzónán túl van a fejlődés, úgyhogy ennek a lehetősége. Jó, ez messzebbre visz, mert vannak olyan sérelmek, amikkel most még nem lehet versenyezni, vagy nem lehet hadba szállni, mert mindegy. Szóval abszolút értem, és egyetértek a filmmel, és nagyon-nagyon szeretem, de biztos vagyok benne, ahogy tőled is hallottam, hogy nagyon sok embert sért ma még. És szerintem ez természetes, mert sokan nem tudták magukat még úgy túltenni. Mondja? És valaki már nem él, akkor lehet sértegetni, mert nem tud visszabeszélni. De szerintem ez, és egyáltalán például a Lívia, ugye a nagymama, szóval a Lívia, a magyar nagymama, ő szerintem beszéltem vele, és elképesztően zseniális ez a néni, szóval egy csoda. Én azt gondolom, hogy ez a film, ez nem sértegetett senkit. Én legalábbis, én nem érzem azt, hogy ez bárkit megsértett volna bármiben. Ez a film, ez azt mutatja meg, hogy a dolgok változnak, és hogy Angliában egy tínédzser teljesen másképp viszonyul egy náci egyenruhához, mint itt Európában. Ez mutatta meg a film, hogy különböző látásmódok vannak, és én nem gondolom, hogy mondjuk ugye, föláll a sírjára az embernek, és nem érzi, pedig hát egy iszonyú helyes srác, hát tök szeret, de hát egy más kultúrából jön, szóval, hogy és de ez nem jelenti azt szerintem, hogy nem járta volna át őket egy mély szeretet, meg tisztelet akár például a holokauszt túlélőkkel szemben. Szóval én nem gondolom, hogy ez a film, ez egy hullarabló film lett volna. Nem, de, hát hogy erről senki nem beszélt, én nem is erről, meg szerintem a Panni se erre gondolt. De egyébként tényleg, Panni, te mit éreztél, de... És nem valami van szó most ez a te esti. De őnek neki, ha elmondanád. Jó, nem, de nem véletlen mondja a Panni is, és nem véletlen pedzegettem én is, mert hát azért, ugye most itt közülünk, hogyha így körbenézek, korosztályt nézve, hát egyáltalán nincsen túlélő. De viszont a túlélők leszármazottjai, akik még rettenetesen őrületes történeteket, borzalmakat hallottak, meg saját halottaik vannak, és azok azért
óhatatlanul másképpen nézik a filmet. De én értem, változatlanul azt mondom, hogy értem, és szerettem a filmet, és nagyon sokszor tudtam vele menni, de pontosan látom azokat a mozzanatokat, azokat a pillanatokat, amitől bizonyos embereknek ma még tuti, hogy felfordul a gyomruk, mert eszükbe jut. Eszükbe juttat egy csomó olyan borzalmat, amin itt állati jókedvűen és aranyosan nevetnek. De egyszerűen az a baj szerintem, hogy általában mindig oda érünk vissza, hogy az emberek nem látnak ki a saját szemszögükből. Tehát egyszerűen, és mi se, hát ez persze, tehát a dolgok, ahogy vannak meg, hogy látjuk őket, az nem ugyanaz. De senki nem lát ki a saját szemszögéből, és ez a például az angol nagyi, meg az angol fiú azt mondja, hogy ez a második világháború, hát ez egy milyen egy klassz dolog volt, és meg is nyertük, és hogy ez egy milyen egy szuper dolog volt, és akkor így mondod, hogy hülye vagy, mi a háború? Hát egyszerűen azon, hogy valók az, hogy emberek másképp látják a dolgokat, mint mi, és azt gondoljuk, hogy ez ellenünk, tehát hogy azt gondoljuk, hogy minden ellenünk és értünk van, pedig amikor a Mary azt mondja, hogy milyen csodálatos büszkeség tölti előtt a háborúval, az nem azért volt, mert ellenünk, hogy értünk szeretett volna, minket szeretett volna megbántani, vagy minket szeretett volna dicsérni. Őneki voltak érzelmei, és ez nem ellenünk, és nem értünk volt. Ha az ember ezen fölhúzza magát, az nem azért jelenti, nem azért van, mert ez sértő volt, hanem az, hogy ő bele, egyszerűen ez beleakadt ez a dolog, de ez nem jelenti azt, hogy ennek a motivációja sértő volt, hanem egyszerűen csak nem értjük a másiknak a szemszögét. Ezért mondtam, hogy ez remek, hogy megmutatjátok mind a három nézőpontot. Egyébként van a filmnek egy mondata, amit meg fogok nézni, de lehet, hogy eszedbe fog jutni, ami egy zseniális mondat az előítéletről, hogy emlékszel arra, mert ez egy kulcsmondat. Amikor a Léviát megkérdezi, hogy este voltál-e már Palesztinában, és azt mondta, hogy oda a lábamat be nem teszem, még nyaralni se, mert annyira a nacionalizmus nekem annyira büdös, még akkor is, ha zsidó, így van. Annyira büdös, hogy én azt el nem viselem. Tehát azt mondja, a zsidó nagyi, után, hogy nem megy el Izraelbe. Igen, ezután jön az a mondat az előítéletről, hogy csak nem jut eszembe az a mondat, hogy az előítélet mentesség, de nem így fejezi ki, valahogy nagyon jól mondja a nő, elképesztően jól mondja. Ez Németország meghívták, az a jelenetben van, akkor mondják. Ja igen, az előítélet még akkor is, ha az én előítéletem, akkor sem jön. Másik a nacionalizmus. Tessék? A nacionalizmus, bocsáss meg. Szóval és például az angol nagyi, hát az olyan full nacionalista volt, mint az állat. Szóval, hogy és ő nem gondolta, hogy ez rossz. Réka? Kulturális emlékezetet is tanítok az egyetemen, és ez annyira témában ez a film nekem, mert ez a legkorszerűbb emlékezetkutatási tendenciákhoz igazodik. Az Aláida Aszman, aki a Jan Aszman nagy emlékezetkutatónak a felesége, a dialogikus emlékezet fogalmát vezette be. És pont a második világháború emlékezetével kapcsolatban, hogy már nem azok a monologikus emlékezetek számítanak, amikor egy nemzet visszaemlékezik a saját történelmére, a saját traumájára, hanem ez már kizárólag dialógusban tárható fel, és ön például a lengyel és a német történelem közös feltárását szeretné, úgy, hogy itt legyen interakció, hogy ne csak a német perspektíva, ne csak a lengyel perspektíva, hanem erre legyen valamiféle szándék, egyfajta konszenzus kialakítása, vagy a vita megalapítása. Erre Gdanskba hoztak is volna létre egy közös háborús múzeumot németek és lengyelek, amit aztán a nacionalista lengyel kormány nem engedett, és egy másik múzeum épült fel. De ez a film ez pont erről szól, erről a dialógusról. A dialógus két szinten van szerintem, természetesen az eltérő háborús emlékezetek, a győztes, vesztes, a holokauszt túlélő, és a
gyerekeknek is nagyon fontos a perspektívája, mert más a mai 20 éves gyerek Londonban, itt, ott, amott. És a dialógus a három gyerek között is van a saját szintjükön, életkoruk, meg hát ugye a különböző korosztályok között is, és ez ezért nagyon, nagyon fontos és nagyon jó szerintem. És ezért így minden blaszfémia megengedett, mert hogy az a lényeg, hogy a dialógus megszülessen. És aztán csak abból tud valami kijönni. Addig, amíg nem állunk szóba egymással, és amíg nem jön létre valamiféle vita, vagy hökörködés, vagy lövöldözés, ami elindít egy szikrát, egy gondolatmenetet, amiről aztán lehet beszélni, mint hogy ők aztán próbálnak is egymással beszélni, hát ez a legfontosabb. És van még egy ilyen szabály itt ebben a kulturális emlékezetes történetben, hogy van egy időhatár, amit hát 4x20 évnek határoznak meg, tehát maximum 80. És akkor az emlékezet, a kommunikatív emlékezet, ami mindnyájunk közös emlékezete, átmegy egy másikba, mert már nincsenek túlélők. Kimegy a generáció, kimegy az utolsó ember is, aki ennek részese volt, és ez a film ezt az utolsó pillanatot kapta el. Amikor még itt vannak a kommunikatív emlékezetben, 92 évesen, tehát már ezeken az időhatárokon túl, amikor még lehetséges. És amit mondtál, hogy amíg még vannak túlélők, hát az a nagyszerű, hogy még egyáltalán ez a dialógus két generáció, egy generáció ugrással létrejöhetett, és akkor se lesz semmi más, hogyha ez átmegy a kulturális emlékezetben, mert már ők se lesznek, a dolog ugyanolyan érzékeny marad, ugyanaz, amíg ennek bármilyen tétje van a mai társadalomra nézve, addig ez nem lesz enyhébb, vagy más akusztikájú a holokausztról beszélni, csak attól a ténytől, hogy meghalnak, nem fog változni semmi. Akkor fog bármi változni, akkor lehetnek ezek a dolgok szabadabbak, hogyha már nem lesz antiszemitizmus, vagy nem kell félni, vagy nem lesz megbélyegzés, vagy ezeken a dolgokon, ezeken a traumákon túl lehet lendülni, ami nem tudom, hogy mikor lesz. Hát szerintem, bocsáss meg. Bocsánat, hosszú voltam. De szerintem ez még ennél is összetette, mert például most, hogyha akkor még tovább megyek, akkor még tovább borzoljam a kedélyeket. A filmben szerintem az is kiderül, hát a nacionalizmus, mondhatni, nem akarok még durvább szavakat mondani, hát ez egy tök csodálatos dolog, hogyha az ember mondjuk angol és háborút nyer, és azt gondolja, hogy ő vitte a gyarmatokra, akkor azt gondolja, hogy ez milyen csodálatos dolog, és meg is ünneplik magukat, hogyha az ember háborút veszt, mert mondjuk német volt, akkor a nacionalizmus az gáz. Szóval, hogy na, de a zsidó pedig, nagymama nagyon jól és kimondja, a zsidó nagymama azt mondja, hogy a nacionalizmus, és az mindenképpen gáz, de érdekes módon például nem tudom, azon fölháborodunk-e, hogy tulajdonképpen az angol nagyi az, aki az egyik legtöbb, milyen cuki volt, hát megzabálom, hát full náci volt valahol ő is, nem? Hova azt veszük egyébként egy csomó dologban, szóval, hogy és büszkén vállalja. Szóval, hogy és addig, amíg nem, egyszerűen nem tudunk a saját merev elképzelésünkből kitörni, és nem tudjuk elfogadni azt, hogy valaki másképp gondolja, és elképzelhet, hogy neki is ennek, szóval ennek a gondolatnak lehet egyébként, hogy van valami jogalapja és igazsága. Hát én itt folyamatosan egyébként ez annyira, mondjuk, de annyira durván, már egyébként főleg szerintem Magyarországon ez hogy, tehát, hogy olyan szinten nem látunk ki magunkból, hogy pont amit mondtam, tehát mindig minden értünk és ellenünk van, semmi nincs önmagáért, mindig mindenhez viszonyítunk, vagy imádunk valamit, vagy utálunk valamit, és az emberek és a köröttünk lévő dolgok az vagy maga a megtestesült 100%-os gonoszság, vagy pedig, hát jó, hát lehet, hogy vannak hibák, de azért mégis klassz. És az, hogy a szürke árnyalatai vannak, és tényleg nincsenek igazán gonosz emberek, és valahol mindenki. Szóval az a durva, hogy szinte a legszofisztikáltabb értelmiségi, liberális minden körökben, és amikor emberekkel beszélek, hogy ez nem megy át, ez a dolog. Tehát, hogy nem biztos, hogy akivel éppen én egy véleményem vagyok, az nem a sátán megtestesült helytartója itt a Földön. Szóval, hogy, és nézem, hogy hát ez hogy történhet, és,
és ezek a legkifinomultabb emberek is ezt gondolják, körülöttem legalábbis. És szerintem ez a film pont azért zseniális számomra, egyébek között például, én legalábbis nagyon szeretem, hogy tehát ez olyan szinten bombázza szét ezeket a merev elképzeléseket, azt gondolom én, hogy egyszerűen muszáj kimozdulnunk a saját begyöpösödött elképzelésünkből, és ez hát én azt tudom, hogy ez melós dolog. Tehát megváltoztatni az elképzelésünket, vagy nyitni a világszemléletünket, hát az rohadt melós, szóval, és ez ki akar, akkor pihenhetnénk is, szóval, hogy meg hát megváltozzak, én esetleg másképp gondoljak, mint azt gondoljam, hogy az a másik, akit utáltam azért, hogy mégse a gonosz maga, hát az nagyon melós, mert akkor például ki kéne derülni annak is, hogy lehet, hogy tévedtem talán eddig. És az meg nem nagyon megy, mert akkor azt kéne, ki kéne derülni, hogy hát akkor lehet, hogy akkor én tévedhetetlen vagyok. Szóval, hogy az iszonyatosan fájdalmas tud lenni, és ahhoz egy nagyon erős tőkesúly kell, hogy az ember fölmerjen vállalni esetleg azt, hogy ő tévedett. Szóval ehhez egy nagyon komoly tőkesúly kell, és nagyon, szóval ez sajnos nincs meg az emberekben. Hát persze, itt pont erről van szó, és ez a kérdés, hogy vajon valaha elég érett lesz-e a társadalom, és nem csak itt Magyarországon, hanem egyáltalán az emberek, a különböző világok, hogy érettek lesznek-e arra, hogy ezen tényleg együtt tudjunk szórakozni. Szerintem ez így hullámzik, néha hát így, ahogy visszanézek a történetben, néha vannak ilyen időszakok, amikor kicsit kedvezőbben alakulnak a dolgok, és nagyobb a konszenzus, és nyugalom és fejlődés van. Aztán vannak olyan... Ez mindig csak pár év. Igen. Aztán utána megint szétesik az egész, megint akkor elbánunk a nyugat alkonyába, és elbánunk az öregekkel, jönnek a forradalmak, minden megváltozik. Aztán utána vannak ilyen nyugodtabb időszakok, aztán vannak emelkedettebbek, de hát itt... Hát így, van az a, azt hiszem, szanszkrit mondás, hogy a bölcs látja hegyeket, hogy hullámoznak, mint a tenger, szóval, hogy birodalmak összeállnak, aztán szétesnek. Hát ez kérdés ugye, hogy haladt-e előrébb az emberiség az elmúlt 5000 évben a boldogság, az összboldogság szint, ahogy és Butánban... És neked erről kicsit messze megyünk a film. Jó, hát, csak hát azért óhatatlanul a film hatása alá kerültem, én legalábbis, elnézést. Jó, hát akkor kíván. Jó, hagyjuk akkor abba a filozofálást. Szerintem nehogy már, bocsánat, szóval itt a mikrofont, elnézést. Hát szerintem ne rólunk beszéljünk, hát amikor lehetne beszélni klasszabb dolgokról is, szóval, hogy... Jó, de azért... Szerény személyem nem olyan érdekes. Jó, szóval, de azért vagy itt, az abban Fanninak teljesen igaza van, hogy azért van itt, vagy itt, hogy egy film apropóján, amiről nagyon jó beszélgetni, és várunk is majd egy másodperces, és rögtön meg is adom a szót, hogy tényleg film apropójáról, apropóján, de rólad is beszéljünk. Mondjad! Jó hangosan, mert nincs nálam mikrofon. Elképesztően érdekesen oldja fel ezeket az etikai tabukat ez a film végig. Ez volt az érzésem az elején, amikor a lövöldözőset játszák, hogy ilyet nem lehet. Viszont folyamatosan reflektál ezeknek az etikai korlátoknak az eltörlésére a film. Viszont nekem van egy rész, ami teljesen érthetetlen, hogy hogyan kerülhetett bele a filmbe, egy olyan filmbe, amiben ennyire jól egyensúlyozik ezekkel az etikai tabukkal. Az a rész, amikor a nagymamának a naplóját nézik, és csak kicsit csatlakoznék a tanárnőnek a megjegyzéséhez, egy dialógus, hogy pont azért, mert ott megszűnik a dialógus, mert ott az nem dialógus, hanem valakinek a személyes iratainak a kicsit megszégyenítése, ami a film stílusába beleillik, és még akár bele is mosódik ebbe az egészbe, nem is biztos, hogy észreveszi az ember, de hogy ott pont egy olyan gesztus hiányzik, hogy a nagymama odaadja azt a naplót, hogy tessék, nézzétek meg, és azzal, hogy ez nem történik meg, ott nekem ott kellett egy döntést hoznom, hogy oké, akkor ezt így kitörlöm az agyamból, hogy ez volt, és
ennek ellenére szerettem a filmet, hogy ez szóba jött nálatok így a vágás során, hogy volt erre jelenet, ami ezt föloldja, miért nem oldottátok föl, és hogy egyáltalán beszéltetek erről. Mert hogy az összes többi dologban szerintem nagyon ügyesen egyensúlyozik a film, és ízlés kérdése, hogy kinek megy túl ez az etikai korlátai, mindenkinek mások a korlátai, de hogy ez szerintem itt talán objektívebben egy nehezebben megengedhető dolog. Nagyon kifinomultan éreztél rá egyébként a dologra. Szerintem tényleg ez olyannyira egyébként volt necces, hogy itt voltak komolyabb dolgok is a naplóban, és utána, miután megmutat, hát sajnos az volt, hogy a Zen, ő már elment. Szóval, hogy ő, amikor ezek a naplók előkerültek, akkor vele már nem lehetett konzultálni ebben a dologban. Viszont a filmetnek volt még egy korábbi változat, amit megmutattunk az angol családnak, és ők mondták, hogy ez és az necces, és utána azokat kiszedtük. Szóval, hogy ennél még voltak pikánsabb dolgok is, és az angol nagyinak a családjának a kérésére azokat kivettük, mert ők látták a filmet, és ők beleegyeztek, és utána azt mondták, hogy így mehet. Szóval, hogy kérdésed jogos, tehát, hogy tényleg ezt a Zentől jobb lett volna engedélyt kérni, de ez később derült ki, utána már nem lehetett, és viszont az a kérdés, hogy tényleg itt megint az, én azt gondolom megint, hogy az a kérdés, hogy milyen motivációból raktuk ezt bele ebbe a filmbe. És egyébként nagyon sok olyan film van tényleg, ami nálam kiveri a biztosítékot, egy csomó ilyen magyar művészfilmet, esztetizálják a borzalmat, de tulajdonképpen nem érzem, hogy miért kell nekem nézni, ez tulajdonképpen nem jobb, mint tényleg, mint egy fókuszadás. És nem tudom, hogy ez mit ad nekem, mint nézőnek, ettől leszek esetleg picit jobb ember, vagy esetleg tágul a világszemléletem, vagy esetleg tudom kezelni jobban a saját neurózisaimat, vagy esetleg tudom kezelni jobban mások neurózisait? Nem. Viszont akkor azt gondolom, hogy ezekhez nyúlni nem etikus. Viszont itt megint az a kérdés, hogy milyen motivációba és hogy került be a film. Én azt gondolom, hogy pont amikor kiderült, és ugye az, hogy a Lívia-nak is a szerelmi élete, és az ennek a szerelmi élete az... És a Zen egyébként elmondta, hogy a férje homoszexuális volt, és hogy ez hogy viszonyult például, vagy biszexuális, bocsánat. És azt gondolom, hogy pont ez, hogy kiderült, hogy a Zennek szeretői voltak. És ez pont azután, hogy kiderült, hogy a férjével ki tudja, hogy milyen volt a szexuális kapcsolat, hogy a férje az igazából tulajdonképpen a fiúkat szerette inkább, de hát akkor mégis egy nőhöz ment hozzá, mert úgy a társadalom azt várta el tőle, és elképzelhető, hogy ott volt ez az ereje teljében lévő nő, aki nem tudta megélni a szexualitását, és folyamatos morális gyötrődés volt, hogy megteheti, hogy félreléphet-e vagy sem. Azt gondolom, hogy nagyon prűd a társadalom. Sokkal több ember lép félre, mint amennyien fölvállalják, mint amennyien tudják, és én azt gondolom, most tényleg, jó, verjünk ki minden biztosítékot. Én azt gondolom, hogyha attól, hogy valaki például mondjuk egy hosszú távú kapcsolatban esetleg valaki mással is intim kapcsolatot létesít valamilyen okból kifolyólag, például mondjuk az Zen esetét nézzük, az nem jelenti azt, hogy az már megint a gonosz maga. Mint hogy mindenki más, akiről azt gondoljuk, hogy olyat csinál, amit nem szeretnénk. Ez egyáltalán nem így van. És pont ez szerintem, hogy ezt megmutatjuk, hogy a Zen mit gyötrődött, és félrelépett, vagy nem lépett, de aztán mégis félrelépett, azt gondolom, hogy ez baromi jó,
És ez egy teljesen prűd dolog, ez az egész szexualitással való viszonyunk is, és egyébként pont azért tettük bele a film legelejére, hogy ott már verje le a biztosítékot a nézőnél, hogy ott kiderült, hogy ott egy olajos masszázs volt, azt egymás faszát fogták, meg ilyenek voltak, és hogy így kezdődik a film első jelenete. Hogy azt gondoltuk, hogy tényleg az elején kapja meg akkor az atakot a néző, hogy utána segítsen neki tovább menni. És azt gondolom, hogy ami miatt ez benne van, az pont az, hogy a zennek megérteni ezt a gyötrődését, és ezáltal, és itt érek vissza arra, hogy ez miért jó, nagyon sok embernek, nagyon sok neurózis, mindenkinek szerintem rohadt sok neurózisa van, baromi sokat küzdünk a saját neurózisaink miatt, baromi sokat küzdünk a körülöttünk lévő emberek neurózisainak az elviselése miatt, baromi macerás ez az egész szexualitás úgy, ahogy van egyébként, hogy vagy azért, mert nem megy, vagy azért, mert túl jól megy, mindig csak a baj van bele egyébként, de közben meg nem lehet nem csinálni, és hogy ez az egész is szerintem nincs kibeszélve egyébként, a szexualitásról se beszélünk egyszerűen, tehát ez a 2500 éves keresztény ilyen tabu, amit szorítja itt a fejünket, például a szexualitással kapcsolatban, attól rohadt sokat szenvedünk. És azt gondolom, hogy minden, ami egy picit ezen a ponton, ami feszít minket, tud kicsit enyhíteni ezen a szorításon, hogy kiderül, hogy basszus, elképzeled, hogy valaki megcsalja a férjét, és lehet, hogy igaza van. Lehet, hogy nem egy gonosz ember volt. Hát azt gondolom, hogy ez, hogyha egy pillanatra végigfut, akkor ez lehet, hogy már segít egy csomó embernek. És azt gondolom, hogy a motiváció jó volt, és azt gondolom, hogy segített. És én nem remegett a kezem például, hogy ez jó-e, és segíti az embereknek, ha benne van, vagy sem. És egyébként a Szabó Pista bácsi mondta, egyszer megkérdezték tőle, hogy mi a jó film, és azt mondta, hogy a jó film az segít élni. Mert egyébként ez egy tényleg egy baromi nagy közhely, de az a durva, hogy valahol szerintem igaz egyébként. És én például azt a filmet tartom jónak, amelyik ad valamelyik olyan élményt, amitől te egy kicsit több leszel, vagy boldogabb, vagy kevésbé leszel boldogtalan, vagy könnyebben tudod elviselni az egész létezés nyomorát, vagy könnyebben tudod meglátni a boldogságot az élet szűkös területén, akkor az már jó. És azt egy jó filmnek tekintem, akkor is, ha szarul van fényképezve, vágva, életlen, meg minden baja van, engem az nem érdekel. Szóval, hogy vannak filmek, amik jól vannak megcsinálva, de tök szarok, és vannak filmek, amik szarul vannak megcsinálva, de tök jók. Szóval, hogy engem az érdekel, hogy egy film tényleg jó legyen, és ez pont emiatt gondolom az, hogy ez oké. Okay. Mindenki mondtál, ez a maximálisan egyetértek, ennek egy nagyon erős funkciója van a filmben, és ennek benne is kell lenni a filmben. Nekem az hiányzik, hogy ez föl legyen oldva legalább egy kettőjük között elhangzott párbeszéddel, hogy itt miről van szó, mert nekem csak szimplán az a problémám vele, hogy ez egy annyira személyes dolog. Ja, megértettem, megértettem szerintem, hogy mi a probléma. Az igazság az, hogy ezek a naplók, ezek az halála után kerültek már elő. De ezt az előbb már és nem lehetett megkérdezni tőle. Szóval nem lehetett megkérdezni. Csak reflektáljanak rá, hogy ez most baj-e vagy nem baj. Érted? Jó, most értette meg a kérdésedet, elnézést. Nevetnek azon, hogy valaki szívecskét rajzolt, és hogy miket írt, és hogy milyen verseket kapott, írt, stb. De ha csak nevetnek, és amúgy azzal is egyetértek, hogy a szándék az általában, vagy szinte mindig a dokumentumfilmbe átjön. De azért ennek ezt nagyon meg kell találni, hogy milyen filmnyelvi eszközökkel juttatod el ezt a szándékot, és itt pont ez a szándék hiányzott szerintem. Nem, szerintem az a baj, hogy ezek tényleg az en halála után kerültek elő ezek a napló részletek, de úgyhogy nem lehetett tőle utána már engedélyt kérni, de azután, hogy meghalt az en, és utána már eljutottunk a filmnek, tehát ez a filmnek ez a szerkezete lett, én magamban úgy fogalmaztam meg, hogy ez a film három részből áll, az első fejezet a háború, a második fejezet a szerelem, és a harmadik fejezet a halál. Szóval azután már, hogy meghalt a zen, és már remegő kézzel mondja Olivia, hogy csak szépen szeretnék meghalni, utána már nem lehet bevágni azt, hogy előjönnek ez a napló részlettel. Hát szóval akkor vagy nem vágjuk be a filmbe, vagy fölvállaljuk ennek az ódiumát. Egyszerűen
azután már nincs tovább ez a film. Tehát ez a film így is 6-szor van vége, mert 6 főszereplője van. Ezután már, hogy már mindenki vagy meghalt, vagy a halálra készül, vagy tovább tolta a biciklit, utána meg, ja, jut eszembe, találtunk néhány naplót is. Szóval, hogy ez egyszerűen sajnos az, hogy ez így sajnos viszont nem működik szerintem érzelmileg. Úgyhogy ez egy, hát ezt nézzük meg, hogy mit hoz, mit visz. Ahogy ők reagáltak erre, pláne, hogy a halálon tártalmálták. Na jó, de hát ők mindenre. Mert tehát, amikor egy meregetés, rögcsél és valami, egy halott nagymamának a naplójának a privát érzelmei. Na jó, de hát amikor a Líviát megkérdezték, hogy is mennyire vagyunk hülyék. Az, hogy hát, hogy 0-tól 10-ig, akkor 5-ös hülyék vagytok. És nekem van egy nagyon jó barátom, régi kollégám, a Komlós Péter, aki mindig azt mondta, hogy okos ember hülyeskedik, hülye ember okoskodik. Szóval, hogy én valahogy azt gondolom, hogy tehát ha valaki igazán szerette a zent, és nagyon közel volt hozzá, az pont a Mary az unokája. Szerintem ő megteheti. Én azt gondolom, de lehet, hogy sőt, mi több, én egy gátlástalan, erkölcstelen, amorális lény vagyok szerintem valahol. Nem így is, szóval, hogy én nekem ez itt tök oké. Szóval, hogy de én egyébként valahol, én kamaszkoromban punk voltam, és kicsit még mindig az maradtam szerintem. Csak, szóval, hogy én a lelkem, én mindig punk vagyok, és én nekem ez morálisan tök oké azért, mert maga a kiinduló alap a szeretet, és a hozadéka pedig sokkal többet hoz, mint amit visz. És akkor pedig szerintem nekem így oké. De nem muszáj velem egyetérteni, és ezt is lehet mondani, hogy ilyen gátlástalan, amorális lény vagyok, és valahol igaz is. Úgyhogy, de közben ez még hozzá, mint dopamin, azt össze van várva, utána várták a másik élőt nagyon át, aki a válásáról beszél, és arról, hogy utána. Szóval, hogy arról, hogy kiderült, hogy megcsalta a férje, és akkor utána ők külön mentek, és hogy neki még ott nem ért véget a szexuális élete, noha nem akart már mással együtt élni, vagy úgy szeretni, meg úgy odaadni, meg összekötni az életét mással, már nem akarta. Tehát azzal, hogy ez a két kapcsolat, vagy két nő kicsit össze lett kötve a két nőnek a szerelmi szexuális élete, azzal nekem feloldódott ez az érzés, tehát nem éreztem a fiúkat, nem is tudom, kegyetlennek azért, mert megmosolyogták itt ezt a történetet. Pluszban, hogy ők aztán annál a tábortűznél beszélnek arról, és azt hiszem, hogy pont a... Hát ott a tábortűznél ott még kegyetlenebbek voltak. Igen, szóval de ott voltak csak igazán kegyetlenek szerintem, ott ugye mondja, ha ezt a szót használhatjuk. Mondja az egyik fiú, hogy nem, egyrészt, hogy nem akar elköteleződni, másrészt meg, hogy fél az öregedéstől, és hogy most a szex miatt fél, vagy hogy ez milyen viszonyban van. Tehát, hogy nekem nagyon tetszett az, hogy ezek a most a halál küszöbén álló, hatalmas múlttal bíró hölgyek szexuális lényként is megjelentek. Tehát, hogy nekem ez sokkal több tiszteletet mutat, mint hogyha most csak... Nem használok jelzőket, tehát hogyha most tényleg már a halálra váró, az élettől búcsúzó, az élettől már idegen emberekről beszélnénk, nem, ott van mögöttük, ők is szexuális lények, és igenis ez az életüknek a része volt, és mindig volt valami helye, és szerintem ez a tisztelet, hogyha nem csak, nem is tudom, simogatjuk őket ott az otthonba, hogy jó van, Nagyi, nem tudod már hány éves vagy, hanem hogyha elismerjük, hogy ugyanolyan életutat bejártak, mint amilyen most mi éppen. Én nem hiszem, hogy ez bárkiben felmerült, hogy ez probléma lenne egyébként, hogy ez a réteg is előkerült a filmben. Nem úgy értem, hogy ez probléma, azt most inkább csak tovább vittem ezt a gondolatot, hogyha már felmerült, hogy ez a napló. Én egyetértek, nem jutott eszembe, hogy nagyon sokat magammal én nem problémáztam a naplón, de igaz a felvetés, meg jogos. Ugyanakkor nekem az a vágás puhított rajta, hogy az élő nagymamával össze lett kötve, és hogy ő viszont beszélhetett a saját szexuális életéről pár szóban, ahogyan. Hát lehet, hogy kaotikusnak tűnt ez a film, de itt nagyon ki volt szaszerolva, hogy mi mire jön, és minden mindennel kapcsolatban van, és egymásnak adják át a dolgok a stafétát, és minden valami, szóval, hogy az egész egyébként
tényleg olyan, mint egy ilyen tai chi mozdulat. Szóval, hogy akkor jöjjünk vissza egy tai chi-ban egy kis vágásra, hogy ez mennyire volt előre, mennyire volt ez előre kitalálva, vagy minden a vágóasztal. Magyarán, hogy forgattak, mint állat, és x évig, de végül is minden a vágóasztalon dőlt el, az egész szerkezete hát a filmnek. Hát hogy a filmnek, mert nem emlékszem pontosan, de mondjuk az egyharmada az utolsó fél évben forgott. Szóval, hogy és tényleg például pont az a beszélgetés a Líviával, az többször vissza lett vágva, amikor egy szobában a Bálint ült a földön, a Lívia meg ült a székbe, és akkor ott beszéltek például pont ez a szexualitásról, meg a zsidó nacionalizmusról, meg ezekről. Ezek mind olyan jelenetek, amik a vágáskor kiderült, hogy hiányoznak, és akkor elment a Bálint, és forgatott nagyon sokat. Tette. És akkor utána egy csomó olyan dolog például, hogy hiányzott a német nagyinak is, a német szál az nagyon gyenge volt. És utólag például a Ruben, a német srác, ő például ott amikor kiderült a vágáskor, hogy hiányzik ez a német nacionalizmusnak a feloldása, mert hát ez úgy tud szerintem vagány lenni, ha kiderül, hogy az angolok azt gondolják, hogy az angol nacionalizmus jó, a zsidók azt gondolják, hogy a nacionalizmus még akkor is rossz, hogyha a zsidó, és a németek azok meg úgy be vannak szarva, hogy azok nem ismernek semmit gondolni. Szóval, hogy azok csak befogadnak. És hát ez pont ez is elhangzik a filmben, hogy hát azért van ez a nagy menekült befogadás, mert a kompenzálás, persze. Mert még mindig a kompenzációs befogadás, olyan dolgokat is csinálnak, ami teljesen irracionális, mert az szerintem az ilyen... Na de pont szint... nem irracionális, pont hát, logikus a múlt után. Hát minden esetre a visszatérve még erre, szóval, hogy a német srácnak például az, amikor az a monológia, hogy a nagypapája az például az orosz munkatáborban volt, vagy hadifogolytáborban, és akkor ott többször majdnem kivégezték, és utána még évekkel később is éjszaka sikítva ébredt föl. Ezek a mondatok is utólag a vágás közben fogalmazottak meg, és kerültek be, hogy ezek a dolgok hiányoznak, és akkor egy csomó ilyen dolog még utolva. A nagymamák instruálhatók voltak, vagy csak úgy nagyjából megmondták, hogy mi a témakör, és beszéltek maguktól? Hát én a forgatáson nem voltam kint. De ugye, biztos beszéltetek róla. De nagyon rugalmasok uh-huh. voltak. Hát a legkevésbé mozdítható a német nagyi volt. Hát szóval, ez látható. Szóval ő szegény, az tényleg így be van. Tehát ez a német srác is. Tehát úgy, tehát tulajdonképpen a filmnek a német szála az arról volt, szólt, hogy az ő nekik ez a gyomor görcsöt valahogy kicsit így kimasszírozni. Szóval, hogy ő érdekes módon a legfrusztráltabban ez a német szál. Tehát a német nagy és a német fiú. Igen. És a legneurotikusabb. Igen. Van-e, mondja. Mikrofont várnak. Varga Ágota vagyok, és folyamatosan vágok a Szacsával, tehát együtt készítjük most is a legújabb dokumentumfilmemet, és én nagyon sok szeretettel gratulálok. és talán meg is fogalmaznám, hogy miért. Azt gondolom, hogy az ilyen filmek visznek közelebb a feloldáshoz. És különösképpen azért, mert a következő generáció, tehát a következő generációhoz hoz közel, tehát pontosabban a következő generációnak, a fiataloknak, akik itt is ülnek, sokkal érthetőbb, és a múlt feldolgozás, a múlt feltáráshoz nagyon nagy mértékben segít és közel hoz. Tehát élvezetessé tesz, hogy úgy mondjam, én azt gondolom. És azért vártam még, mert arra voltam kíváncsi, hogy hányan szólnak hozzá, akik fiatalabb generációhoz tartoznak. És még pontosan azért is áll én hozzám is közel, mert én is csináltam néhány olyan filmet, amiben összehozok, tehát közvetítő szerepet vállalok föl olyan emberek között, pontosan a leginkább a múlt feltárásra vonatkozik ez, akik egyébként soha büdös életben nem ültek volna le egy asztalhoz, és soha nem találkoztak volna.
És az volt a tapasztalatom, hogy ezek a találkozások, még így kamera előtt is, mindig előrébb vittek és közelebb vittek a feloldáshoz, és a szereplőink számára, tehát a filmben résztvevők számára is nagyon sokat adtak az ő lelki állapotukhoz, vagy egyáltalán az, hogy ezt a múltat helyére tegyék, aminek a szenvedő alanyai voltak. És ennek a filmnek a szereplői, tehát a kitalálói, a fiatalok gyakorlatilag fölvállalták azt a szerepet, hogy ők is összehozók lesznek, egy közvetítők lesznek, és úgy, hogy önmaguk is szereplői ennek. Tehát egy ilyen hatos fogat, hogy úgy mondjam. És nekem ez nagyon sokat adott, és én ehhez én csak gratulálni tudok még. És én abszolút egyetértek a Szacsával, tehát azokkal a kijelentésekkel, amiket most vitatkoztak itt néhányan. Tehát abszolút el tudom fogadni azt a naplót is, hogy ez így jelent meg, ahogy megjelent, mert egyáltalán nem volt sértő, főleg ha esetleg segíthetne még az hozzá, hogy a család hozzájárulásával és a zen halála után, vagy nem tudom, tehát hogyha ez sokakban az etikai kérdés vett fel, akkor talán ezt fel lehetne így oldani, de hát így röviden ennyit, és gratulálok. Köszönöm. Egyébként jogos a Máté felvetése ezzel a naplóval, és szerencsésebb lett volna, ha ez nem így lenne, de azt gondolom, hogy hát, tehát maga, a Mary maga, tehát az unoka, ő a család maga. Tehát ő az tulajdonképpen, aki a legközelebb van a családban, volt a zenhez, hát olyannyira, hogy a halálánál is ő volt ott szerintem, és nem véletlen. Szóval, hogy tehát a család, tehát az a Mary a család, tehát nem kell kérni tulajdonképpen a családtól, mert a család valahol ő maga, és ő az, aki a legközelebb volt a zenhez, és hogyha neki ez így oké, akkor szerintem oké. És tényleg az a félreérthető a filmben, hogy ugye a zen halála a film vége. Most durván spoilerezünk, ha valaki nem látta a filmet, de hát az így jár. Csak látta. Hogyha valaki esetleg megnézi ezt, és akkor az így. Szóval zen halála után már nem folytatódhatott tovább a film, nem kerülhetett elő a napló meg ilyesmi, ez egyszerűen az nem működött. Viszont tehát korábban berakjuk, akkor meg tényleg van az a félreértés, mint hogyha ezt ilyen titokban a háta mögött elloptuk volna a nagyitól, és viszont ugye lehetett volna még azt is, hogy nem vágjuk be, de azt gondolom, hogy a néző, és akkor többet veszít, ha ez nincsen benne a filmben, mint hogyha az alkotók arra esetleg rásütik a bélyeget, hogy gátlástalan, mert hát akkor most akkor inkább legyen ez, mint hogy a film gyengébb legyen akkor. Úgyhogy tehát ez nem egy ideális helyzet volt, de még mindig többet hozott, mint amit vitt. Szerintem a nézők profitáltak, például a film profitált, maximum mi buktunk egy kis erkölcsi megítélés, de hát ennyi belefér. Közben rájön, hogy nézik nekem, ami az egész filmnek szinte az utolsó jelenetéből is, és hiányzik egy kicsit annak a feloldása, hogy ez az angol srác mindenfajta tragédiához ilyen távolságtartó humorral viszonyul, és szerintem ebben a helyzetben a rendező srácnak, aki ezeket a helyzeteket felvette, vagy ott volt mellette, lett volna a dolga, hogy legalább egy pici reflexió meg történjen abba az irányba, hogy ő miért így reagál mindenre, ami egy kicsit tragikus, és egy kicsit egy ilyen múltbeli trauma. Mert hogy hiányzik, hogy feloldódjon. Hát ott nekem volt egyébként a rendező, reagált, hát így fogta a kamerát, és így vinnyogva röhögött, amikor a Mary lefeküdt, és azt mondta, hogy én pedig itt fogok feküdni, szia zen. Szóval, hogy akkor a rendező azt reagálta, hogy vinnyogva röhögött, és remegett a kezébe a kamera. Nem, de miért kell ezt megmagyarázni, hogy valakinek ilyen a világszemlélete, mint a Mary, én nem tudom. Azért, mert közben meg ott van az a jelenet is, amikor a magyar srácnak a nagymamája azt mondja, hogy erről nem szeretnék veled beszélni, és szerintem az egy nagyon fontos mondat, hogy tök jó, hogy belekérdez, tök jó, hogy elindul egy párbeszéd, de hogy ennek a párbeszédnek van egy határa, és van olyan, amit nem feltétlenül osztunk meg egymással, és hogyha ebbe a kontextusban nézzük azt, hogy valaki
egy olyan információt, vagy egy olyan személyes iratot, amiről lehet, hogy a nagymama nem akart volna beszélni, azt tárja elénk, és neveti ki, az ebben a helyzetben szerintem zavaróvá válik. Nekem az az egész, ez az egyetlen, amit egy kicsit ilyen sírrablásnak élek meg, az egyáltalán nem zavaró, hogy ugrál a sírján, az, hogy lövöldözik egymást, és azt kiabálják, hogy náci zsidó, az egyáltalán nem zavar. Ez a rész, ez tényleg az, hogy van egy olyan személy, van egy olyan privát szféra, ami mögé a dokumentumfilm egy idő után nem mehet. Mert én nézőként kényelmetlenül fogom érezni magamat, hogy valaki nem hatalmazott föl arra, hogy az ő legszemélyesebb titkaiban kutakodjak. Hát, de közben az van, hogy most már meghalt az ember, neki már nem fáj. Igen, szerintem ezt a témát zárjuk le, hogyha egy szót szólhatok ehhez. Ebben én is egyetértek Szacsával, mert abban a pillanatban, hogy az ember meghalt, abban a pillanatban a rendező a mi helyzetünkben az örökös, és hogyha ő ehhez hozzájárult, akkor szerintem ez rendben van. Ugye az en nagymamája, mert én keverem a neveket. Hát a Mary, az angol fiú, igen. Neki a nagymamája igen. Az, igen. Az angol. Igen, igen, Mary, igen. Azért mondom, hogy a Mary hozzájárult, tehát akkor... Hát nem hozzájárult, ő csinálta. Tehát ő volt a legdíjasabb az egész csapatban. Hogy ő az, aki tehát jó. Olyan szinten... Mert egyébként az is nagyon fura, tehát hogy a németek azok tehát ilyen gátlásosak voltak. Azért a Bálint, aki... Ő is hát elmondja, hogy azért küzd, vannak problémáim, vagy mit mond a temetőben, amikor megy. És egyébként, aki szerintem végig az egész filmben a leggátlástalanabb, mert azt gondolja, hogy ő megteheti, mert azt gondolja, hogy ő se nem vitte el a zsidókat, se nem vitték el őt, ő se nem volt rossz oldalon a háborúban, hiszen ő a jó oldalon volt, nevezzük jó oldalnak, győztes oldalt. De nem az volt, hogy a győztes, ő a jó oldalon volt, mert ugye a rossz oldalon voltak, akik vesztettek. Tehát ő azt gondolta, hogy megteheti. És az a durva, hogy megteheti. Tulajdonképpen tényleg, hogyha... És ő nem érzi ezt, hogy neki ez morálisan vagy erkölcsileg, ennek bármilyen zűre lenne, mert ő fölötte áll ezeknek a merev elképzeléseknek, mint például a moralitás, de tényleg most akkor kérdezzük meg, akkor ki ez most a moralitás meg az erkölcsnek mi az alapja? Talán az, hogyha lehetőségek szerint jó lenne elkerülni ahhoz, hogy szenvedjünk, meg egymást fölöslegesen ok nélkül baszogassuk, és akkor a lehetőséghez képest a lehető legjobban érezzük magunkat, nem? Talán ez a cél. És talán aztán a morális meg az erkölcs az segítő ebben a folyamatban. Kérdezzük meg akkor, hogy ezzel a dologgal, ezzel ki az, aki fájdalmat élt át, például, vagy szenvedett fölöslegesen, ezáltal a dolog által, hogy ez kiderült ez a napló, és ki az, aki ebből profitálhat, akár mint néző, azért, mert látja, hogy például ez a, amiket elmondtam, most nem akarom magamat ismételni, én azt gondolom, hogyha én, mint egy ilyen könyvelő húzok egy ilyen strigulát, hogy ki az, aki szenvedést és fájdalmat ért át ez alatt a napló részlet kiderülése által? Hát, nem tudom, hát az en az nem. Oké, ez nulla. Akkor hát esetleg az ennek a gyerekei, jó, ez egy fél. Igen, 15 ezer néző. Hú, figyelj, hát sajnos ez buktátok. Szóval, hogy ez így a azért is lehetett, mert a Mary meg azt mondta, tehát aki a jogtulajdonosa a naplóknak, ő meg ebbe belement, érted? Értem, nem a jogi része, csak egy pici gesztus. Szerintem ez... Egy kis gesztus, ami a beletetett. Szerintem ezt zárjuk le, ezt a témát, jó? Jó. Nem szólom meg többször. Annyi, hogy figyelj, haver. Nem gáz, amit csinálunk? Szerintem nem. Haha, és ennyi. És akkor már nyugodtabb vagyok. Hát most nyugtalanul kell lefeküdjed, sajnálom. Ez már nem lesz benne a filmben, úgyhogy... Ez,
Ez szerintem egyébként azért nem jó ebbe belemenni, és egy picit most sajnálom, hogy nagyon elmentünk ebbe az irányba, mert ilyen és ehhez hasonló pillanatok szerintem vannak a filmben, és nem csak ez az egy. Na, és, minden, és ahogy ezt a Szacsa is mondta korábban, mindenkinél más veri ki, vagy nem veri ki a biztosíték. És pont ez az, tehát volt, aki azt mondta, hogy és az a mondat, hogy a holokauszt pozitív hozadéka nem lehet benne a filmben. Szóval, és akkor mondtuk, hogy jó, persze, köszönjük szépen, hogy elmondtad, és kiment az ajtón, és mondtuk, hogy hát ha egy mondat marad a filmben, akkor az ez lesz. Szóval, hogy ez így, akkor volt, aki azt mondta, hogy a lövöldözés, na, az tuti biztos nem. Szóval, hogyha így végigvettük volna, és akkor azt mondtuk volna, tehát akkor ez lehet, hogy lett volna egy kurva unalmas 3 perc hosszú film. Szóval maradjunk sajnos abba, ez nem fog menni. Maradjunk abba, ezt a témát, hogyha én lezárhatom, hogy ez azon ritka filmek esete, ahol az öncenzúra nem érvényesült, hála jó Istennek. Mert legtöbb magyar filmnek ez a legnagyobb baja, hogy maguk az alkotók azt gondolják, hogy ez nem lehet benne, és kiveszik még mielőtt kivetetik velük bizonyos részeket. Szóval én azt gondolom, hogy ez tök jó, és egy picit beszéljünk, hogyha van még ezzel a filmmel... De Máté, folytatjuk utána egy sör mellett, jó? Okay, de szerintem akkor... elég időt szántunk ennek, és szerintem mindenki érti, amit mondasz, és biztos vagyok benne, hogy van, aki egyetért, van, aki nem, de mondom, ez több jelenettel is így van a filmben, és ez szerintem egyáltalán nem baj. De beszéljünk egy picit, mert olyan sokféle filmeket vágtál, és olyan sok filmet beszéltünk, hogy tényleg nem tudom, hogy azt például tudjátok-e, hogy Enyedi Ildikónak a Oscar-díjra jelölt filmjét is Szacsa vágta, amit sokáig gondolkoztam például én magam azon, hogy azt vetítsük-e, és aztán egy pici félelem volt rajta, mikor mondtad, hogy ezt akarod vetíteni, és miért nem az Enyedi filmet, mert már túl vagy azon, mondtál valami ehhez hasonló. Hát meg szerintem a nézők vannak túl rajta. Azt gondolom, hogy azt nem tudom, van itt a teremben, aki nem látta a filmet? Csak azért, hogyha mondjuk spoilereznénk, akkor... Hát akkor... Nem sok. Csak így... De azért szerintem te is olyan sok mindent hallottál róla, hogy már nem nagyon lehet spoilerezni, azt gondolom. Szóval, hogy én az Ildikó filmjét azt olyan szinten imádom, hát az elejétől, puszi Réka, hogy azt a, már amikor a könyvet elolvastam, akkor szerelmes lettem a könyvbe, meg ebbe az egész filmbe, úgyhogy én nagyon szerettem az Ildikó ugye filmjét. Ugye jól tudom, hogy ez egy első filmed az Ildikóval. Vagy igen, igen. Ugye? Hát az Ildikó előtte 18 évig nem csinált filmet, igen. Akkor nekem még itt a tojási, itt a kis popomon ott még ott volt, és akkor... És pont a Rigó Marival dolgozott előtte. És előtte a Rigó Marival csinált nagyon sok filmet. És keretes történet lesz. Aha, nagyon, a legtöbb filmjét a Marival vágta. Igen, a Marival vágta majdnem mindegyik. Igen, igen. Hát mindegyik filmjét, azt hiszem. Ezt nem tudjuk, igen. Biztos, hogy Mari előtt is. Szóval, hogy én imádom, és órákat tudnék mesélni az Ildikó filmjéről. Azt gondoltam, hogy talán azt már sokan látták, és talán sok közönség találkozón is voltak már, és lehet, hogy ez a film, ez több embertnek tud egy újabb élményt adni, akik például nem, ugye hát itt majdnem mindenki látta az Ildikó filmjét. Valamint, amit tényleg szerettem volna például fölhívni a dokumentumfilmekről a figyelmet, én 19 játékfilmet vágtam, és nem tudom hány dokumentumfilmet, és mind a kettőt nagyon szerettem, és teljesen igazságtalanul bánni kell a filmszakma, és a közönség a dokumentumfilmekkel, mert szerintem az az élmény, amit egy jó dokumentumfilmet tud adni, azt semennyivel se. De azért valljuk be, meg nagyon... Szóval nem túl sok jó dokumentum, nagyon nehéz dokumentumfilmet készíteni, nagyon nehéz. Nagyon nehéz megfogni olyan oldalról, ahonnan nem láttuk, hogy ne beszélő fejek legyenek, stb. Tehát azért itt nagyon-nagyon ki volt találva, és nagyon spontán volt az egész újszerű volt. Ami még feltűnt nálad, most az életedre és a munkáidra visszatérve, hogy nagyon sok női rendezővel dolgoztál.
Gondolom ez nem véletlen, az érzékenységed, vagy ez véletlen, vagy... Szerintem véletlenek nincsenek. Aha, igen. Hát igen, vagy nem. Hát ez csak az életnek vannak olyan bonyolult összetevői, amit nem tudunk átlátni, és akkor azt mondjuk, hogy az a véletlen, de hát nem nagyon van. És munka metódusban van különbség, hogy milyen együtt dolgozni egy férfival, vagy egy nővel, egy vágószobában? Igen, szerintem a pasik azok neurotikusabbak, és azok harcosabbak, azok, szóval én, és keményebbek és öncélúbbak általában, szóval, hogy most nem akarok ilyen ex-katedra gender definíciókat mondani, de én azt figyeltem meg, hogy a pasik azok kicsit keményebbek, kicsit önzőbbek, kicsit jobban el vannak telve magukkal, és hát a nők azok nyitottabbak. Talán egyébként pont amiatt is van szerintem, mert én azt gondolom, hogy világunk az a középkorú, jól iskolázott, fehérbőrű, heteroszexuális férfié. És mindenki, aki ebbe a kategóriába nem tartozik, az mind nigger, buzi, cigány, nő, mit tudom én. Szóval, hogy tehát mind az alja, érted? Az mindenki más, aki... És azt gondolom, hogy talán pont ezért általában talán a nők, lehet, hogy ez egy genetikailag is van, hogy kevésbé kell nekik harcolni, de általában kevésbé harciasak, és úgy lehet, hogy jobban érzem magam. Igen, ez érdekes, mert lehet, hogyha most nem te ülnél itt, hanem egy nő, akkor meg azt mondaná, hogy egy férfi rendezővel jobb dolgozni, mint egy nővel. Mert általában szerintem pont itt van a elásva, hogy általában a másik nemmel jobb dolgozni. De egyébként csak saját magamat például hadd számfoljam meg, hát ha valakivel kurva jó volt dolgozni, az a Bálint. Szóval, hogy tehát ennyire... Nyitott volt nagyon. Hú, nagyon jó, hát imádtam vele dolgozni, meg annyira... Megjött egyébként a Bálint, ugye a Révész Bálint, aki ezt a filmet rendezte, megjött a stúdióba, és akkor mondták, hogy a biciklis futár keres téged. És mondtam, hogy hát hülye vagy ez a rendezőm. És akkor így, és tényleg bejött a Bálint, és hát első ránézésre egy ilyen szétesett, ilyen kis junkinek tűnik, de olyan szinten van helyén a szívennek, a gyereknek, hogy az kevés ilyen ember van, akinek ilyen szinten van szerintem helyén a szíve, és nyitott, és van tele megértéssel és szeretettel, mint például a Bálint. Tehát ez nem úgy van csak, hogy az összes pasi bunkó, és se minden nő meg persze. Iszonyú. Hát ki, mert hát volt azért, hát szóval nem minden nővel volt egyszerűen szakmában se, és például hát szóval több olyan pasi rendezővel dolgoztam, akivel nagyon jó volt egy légtérben lenni, együtt gondolkodni, együtt dolgozni, például a Bálinttal is. Hát Bálinttal nem is ez az egyetlen filmed, ugye? Dolgoztál. Hát ez a Bálintnak az első. Első? A 9 év alatt nem is csinált mást? Hát nem, mert amikor ezt elkezdte forgatni, akkor még főiskolás volt. Aha. És ilyen kisebb dolgokat csinált, de ilyen nagyobb filmje talán ez az első. Remélem, még fogunk együtt dolgozni. Szeretnék. Akkor ezt sokolom, kívánjuk viszlát. Nektek, és akkor nagyon-nagyon megköszönjük, hogy itt vagy, de lassan zárnunk kell, de még gyors kérdésre válaszol. Akar kérdezni, aki el akar menni, az nyugodtan elmehet, nem sértődünk meg, de ha valaki akar kérdezni, az nyugodtan kérdezhet is. Gyors kérdést még mondja. Csak az lenne a gyors kérdés, hogy a vágás előtt mennyire volt egy koncepció dramaturgiailag, és hogy hogyan működött a rendezővel a közös munka a dramaturgiának, mert ez egy elég nehéz film ilyen szempontból dramaturgiailag összehozni, hogy ez mennyire volt egy koncepció, gondolom a forgatásnál nem sok, de mire a vágásra került a sor, akkor volt-e valami koncepció? A válaszra 3 percet van, és utána zárom. Jól nézem az órát. Nem emlékszem ilyen konkrét koncepcióra, és nagyon-nagyon sokat beszélgettünk a vágószobában, meg körülötte is, szóval
órák teltek el anélkül, hogy hozzányúltam volna a klaviatúrához, szóval, hogy nagyon sok szerintem mély beszélgetés volt, és szerintem sokat változott, azt gondolom, talán a vágás közben. De hát maga, ez az egész film a Bálintból jön, szóval ez a Bálint kisugárzása ez a film. Szóval ő ilyen egyébként. Úgyhogy ez lehetett volna másképp is összevágni. Voltak például, akik azt mondták, hogy hát ennek ott van vége ennek a filmnek, hogy a három nagyi találkozik, és utána ez a halál, meg ez a szerelem, meg ez nem érdekel már senkit. Aztán meg nagyon más, akkor volt, aki azt mondta, hogy úgy kezdődjön a film, hogy halljon meg a zen, és az legyen az első jelenet, és mondtuk, hogy jó, köszönjük. Szóval, hogy nem. Szerintem, én úgy emlékszem talán, hogy, és a legjobb esetben is egyébként, de ez például mondjuk az Ildikóra is igaz, meg azt hiszem azokkal a rendezőkkel, akikkel szerettek dolgozni, azokra szinte mindegyikre elmondható az, hogy kész koncepcióval jönnek a vágószobába, amit utána a vágás közben szana széjjel ütünk, aprítunk, kiborítjuk, és egy másik dolog születik. Szóval az a rendező, aki odajön a vágószobába, és azt mondja, hogy fú, nem is tudom, itt van valahol forgatóanyag, de mit is akartam ebből csinálni, szóval azért viszonylag azzal nehéz, aki meg odajön és azt mondja, hogy akkor is ez lesz, azzal is, azzal megint azt mondom, hogy figyelj, hát akkor ezt vágd meg valaki mással, aki így meg tudja nyomni az in-outot, meg az X-et, ezért nem kellek. Én azokkal szeretek dolgozni, akik odajönnek, van koncepciójuk, és utána el tudják engedni, ha ezt úgy adik. Ha jobbat mondasz, meg hát jobb nem is dolog ezt, születik. Nem, én mondom jobban, hanem az anyag. Való munka során változik, és újabb utak kerülnek elő. És az angol film, akkor a német film nem volt beleszólása, akkor ez csak... Nem, ők csak ilyen szereplői. Nem, hát időnként elküldtük nekik, de ők ugye nem is voltak Magyarországon. Tehát Magyarországon vágtuk, de főleg a német fiú, az azt hiszem, az meg sem merte nézni a filmet nagyon sokáig. Úgy félt tőle, mint a tűztől. Nagyon köszönjük, Szacsa, hogy eljöttél, és köszönjük nektek, hogy ilyen sokan eljöttetek. Tartsátok meg a jó szokásatokat, és gyertek máskor is. Nagyon köszönjük, de még gyorsan alá kell írjál valami, bocsánat. Ezt nem ússza meg senki. Itt még na, üres régiók vannak, bárhova. Tartsam? Nagyon köszönöm. Köszi szépen, Szacsa. Köszi, hogy eljöttetek. Én is köszönöm, hogy nagyon klassz voltam. Jó van.